fuvolán gyakorol az egyik tanuló a Fusz János zeneiskolában Tolnán, ugyanis az intézmény újra megnyitotta a kapuit a diákok számára. Az iskolában jelenleg 123 gyerek tanul. Nagyon boldogok vagyunk, hogy végre újra találkozhatunk a kisgyermekekkel, illetve a nagyobb tanulóinkkal, teljesen más érzés velük kontaktban lenni, és így velük foglalkozni, és újra az élményeiket személyesen is meghallgatni, illetve tehát önmagában, hogy láthatjuk őket. Teljesen máshol online tanítani, abszolút én azt is mondhatnám, hogy hideg. Nincsen személyes kontakt, nincs személyes kapcsolat, a hangminőség az teljesen össze se lehet hasonlítani természetesen, mint hogyha itt bent lennénk. Teljesen eltávolodnak, néha azt érezzük, hogy eltávolodnak egy kicsit az iskolától, úgyhogy most az a célunk, hogy a gyerekeket egy kicsit újra visszaszoktassuk a suliba, illetve egy kis örömzenélés, tehát nagyon fontos, hogy most ez a hónap arról szóljon, hogy ők szívesen legyenek itt nálunk, hiszen azért, mivel ez egy szabadon választható közoktatási intézmény, így ők ugye természetesen bármikor abba hagyhatják a tanulmányaikat. Így fontos az, hogy minél eseménydúsabb, minél barátságosabb, ugyanakkor a tanmenet szerint azért tartsuk a kötelező elvárásokat, azért megpróbáljuk mi is teljesíteni, de azért nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek, akik beiratkoztak, őket meg is tudjuk tartani. Jelenleg is ugyanaz a szabály érvényes az iskolára, mint ami évelején is volt. Az intézményi protokoll az az, hogy belépéskor fertőtlenítenek, lázat mérnek, a közösségi területeken, helyszíneken ott maszkot hordanak, nem kötelező a tanórákon ugyan. Ha a gyerekek szeretnék, akkor magukon tarthatják. Igazából ezeket a szabályokat kell betartani, mi igyekszünk folyamatosan fertőtleníteni, illetve sokat szellőztetni. Úgyhogy ezekre nagyon odafigyelünk. A jelenlegi terveink az, hogy amíg még lehet, és amíg a gyerekeket még olyan szintre tudjuk felhozni, hogy ki tudnak egy picit állni, szerepelni, akkor az iskoláknak, a tolnai általános iskoláknak az udvarán egy kis koncertet szeretnénk adni, amivel egy kicsit magunk, tehát segítünk azon, hogy azért legyenek új beiratkozóink, szeretnénk óvodába is akár elmenni, hogy a kicsitnek egy kicsit tudjunk közelebb vinni személyesebben is a hangszereket. Van egy Facebookos oldalunk, ahol folyamatosan feltettünk bemutatkozó videókat, megmutattuk a hangszereket, de én úgy gondolom, hogy azért ez nagyon fontos, hogy a helyszínen is a kicsiknek azért tudjunk valamit mutatni az iskolából, hogy mi zajlik itt bent. Az igazgató azt mondja, mivel több hónapig nem látogathatták az intézményt a gyerekek, a tanévet idén nem vizsgákkal fogják lezárni. Úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy a gyerekek két hónapig megint nem voltak nálunk bent, illetve a 14 és 18 éves közötti diákok gyakorlatilag egy éve nem tudnak kontaktformájában órára járni, így olyan megfontolásra jutottunk, hogy nem feltétlenül tartjuk meg a vizsgákat, hanem vagy gyakorlati jegyet, vagy kisebb közös órákkal próbáljuk az évet lezárni velük. És minden tanár esetleg, hogyha szeretne akár egy kis koncertet ad a saját tanítványai között, amit akár fel lehet venni videóra, hogyha a szülő engedi, akkor pedig ki is küldhetjük a szülőknek. Tehát ilyen formában lehetséges, hogy tartunk némi kis közös órát, kis koncertet. Évente, illetve két évente meg szoktunk rendezni a négykezes zongorás találkozót, illetve a megyei fuvolás találkozót. Ezek most sajnos idén és tavaly is elmaradtak, szeretnénk ezt jövőre azért pótolni. A zenei táborunk is sajnos szintén el kell halasztanunk, illetve most nem feltétlenül előnyű szerintem egy tábornak a megszervezése. Amit minden évben szoktunk szervezni, és hál' Istennek most már azt hiszem az ötödik év, hogy megrendezésre kerül a Giovanni Artisti Mesterkurzus. Ezt általában a tanév végén rendezzük meg, de idén augusztusra eltoljuk, meg tavaly is augusztusba tartottuk. Nagyon színvonalas, négy kiváló művészoktató tanítja a gyerekeket egy héten keresztül.
ahol mind a pedagógus, mind a gyerek élményekkel gazdagodik szakmailag, illetve újra egy kihívás nekik, sőt, abból a szempontból, hogy augusztusban tartjuk ezt a mesterkurzust, egy kicsit ráhangolja a gyereket és a pedagógust a következő tanévre, úgyhogy ezt nagyon várjuk, ezt mindenféleképpen megrendezzük. De mit is adhat a zenetanulás a gyerekeknek, hiszen az, aki zeneiskolába jelentkezik, a mindennapos iskola időn túl vállal plusz kötelezettséget. Máténé Hepp Andrea szerint azonban mindenképp kifizetődő az extra tanulás. Én úgy gondolom, hogy zenét tanulni fantasztikus dolog. Az érzelmi intelligenciájuktól elkezdve a logikus gondolkodás, az, hogy egy olyan közegben vannak, ahol csupa szeretet, ahol a zene veszi körbe őket, ennél fontosabb nincs szerintem. Ezek a gyerekek nagyon kiegyensúlyozottak, mondom, ahol olyan szülői háttér van, ahol ezt preferálják is, ott azok a gyerekek, én úgy gondolom, hogy ide azok a gyerekek járnak, akik szeretnének is zenét tanulni, nincsen probléma kifejezetten velük magatartásban például, mert ezek a gyerekek szeretnének tanulni általában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez csak ad nekik. A Fusz János zeneiskolába már elkezdődött a beiratkozási időszak, amit online formában, illetve személyesen is lebonyolíthatnak az érdeklődők. Személyes beiratkozás esetén előzetes bejelentkezés alapján és időpont egyeztetéssel tudják fogadni a zeneiskolába vágyókat május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától este 6 óráig.